Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és mint látjátok, Stardew Valley-vel fogunk játszani, és mióta abba hagytam, azóta eltelt pár nap, most a 11. nap van igazából a nyárból. Hogy a rákok párzás szezon miatt történik, hogy a szokatlanul nagy mennyiségű kagyló és korall vetődhet a partra, majd a strandra le kell akkor mennem. Időjárás jelentés holnap tiszta és napos idő, ahogy általában mindig. És szerencsém van, viszont menni kell. Történt már dolog először is. Először is kikeltek a napraforgók, azokat eladtam. Aztán sikerült összegyűjtenem a megfelelő mennyiségű anyagot, és ahhoz, hogy elkezdjem, hogy nem csűrez, hanem amiben a szalmát tartják, azt az épületet elkezdhettem fölépíteni, és hát itt fölástam mindent az agyagér, azért ennyire fölásott minden igazából. Aztán kiderült, hogy azt hittem, hogy 20 darab agyag kell az épülethez, közben csak 10, úgyhogy most lett megint 10 darab agyagom. És hát erről lemaradtatok, az az igazság, ez teljes mértékben az én hibám, mert sajnos képtelen vagyok arra, hogy rendesen videót vegyek föl mostanában, és ez azért az én butaságom volt, mert nem nyomtam meg az elindító gombot, úgyhogy egész egyszerűen nem vettem föl a videót, amit szerettem volna. De viszont jó hírem is van, ezen a mai napon valami Lua Lua fesztivál lesz a tengerparton, úgyhogy mehetünk szépen le. Viszont előtte nyilván meg kell locsolnunk itt a virágainkat, illetve a terményeinket, mert nem akarjuk, hogy elszáradjon, és egy rakat pénzt szeretnénk ezzel mi, hogy keressünk. És remélhetőleg, hogyha, és ebben a részben azért megpróbálok még eljutni odáig, hogy az állattartással valamilyen szinten foglalkozni, vagy legalábbis elkezdeni. Úgy, ezeket szépen megöntözöm, úgy. Na, ide öntöcsél. Az nem Tommy, valószínűleg valamilyen szalma vagy ilyesmi. Illetve, de hogy szalma, a szalma az nem az. Valószínűleg valami szálas növény. Elkezdődött a Lua Lua Fesztivál a strandon, ki is írta a játék nekem, úgyhogy le kellene menni. Nyilván nem fogom itt hagyni félig megöntözve a terményeimet, azt mindenféleképpen előtte megoldjuk. A Chaisi egyébként, aki az építési munkátokat ugye elvállalja mindig, ő mondta is már, hogy bizony, nagyon szélesen megoldja nekem ezt a problémát, csak ma nem dolgozik. Jó, véglocsoltam mindent, és hát menjünk le. Nézzünk körül, nézzük meg, hogy mire számíthatunk, mi történik lent, ha nagy buli van. Ilyenkor mindig megpróbálok egy kicsit abban reménykedni, hogy a kedvenc barátném Penny, akit szeretném, hogy később a feleségem legyen ebben a játékban, lent lesz, és valamilyen fajta pozitív kapcsolatot ki tudnék vele építeni. Majd meglátjuk. Kukában nincs semmi. Ó, egy zöld alga. És már itt is vagyunk. Szépen leszaladunk ide a tengerpartra, és hátradőlve nézzük, hogy mi a helyzet. Ja igen, nagyon fontos, hogy ételt kellett hoznom, és hoztam is. Képzeljétek el, hoztam egy salátát, meg egy spagettit, ezt vettem. Vettem a boltban, hogy legyen mit adnom. Légyrésen a kormányzó éves lágutogatásom van itt. Ha valami jó alapanyagot hoztál leveshez, javaslom, rakd bele az üstbe. Milyen pompás alkalom, mindig nagy öröm meglátogatni Stardew Valley-t. Most, hát alapanyagot nem hoztam a levesbe, hanem kaját hoztam. De ezek szerint rosszul tettem. Gondolom én. Ó, zöld alga. Beleraktam egy zöld algát a levesbe. Kíváncsi leszek, hogy milyen hatással lesz ez a levesre, úgy táncolnak.
Hol van én, az én Penny lány, ott lesz Penny? Te Penny vagy? Nem. 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 Itt van az anyukája Pamnek, vagy Pennynek, Pam. Oho, az ki? Én nem is találkoztam még vele szerintem. Illetve nagyon furcsa, ez nem ismerős nekem. Disney-ség kíváncsi az ünnepségekre. Hát jó, legyél kíváncsi az ünnepségekre. Lehet, hogy ez adta azért a horgászbotot nekem. Egyszerűen nem találom meg. Talán ha a kormányzó jó oldalára kerülök, akkor talán kevesebbet kell adóznom. Vajon szereti a régi viszkit? Jó van. Bármit is készít Linus, ez a sült szak hihetetlenül jó. Itt bimbo arcú, lassú, folytonos forgatás, tökéletes sütés elérésének a kulcsa. Minden évben megrendezzük a szünepet, hogy a kormányzó megízlelje a völgy teljes kínálatát. Na te meg mit ízélsz a csajommal ott? Te... Őrúgjalak? Itt a Elliot, a jó barát. Jó, itt vagyok, igen, és mi a helyzet? Tehát, hogy... Hogy jó. És mit csináljak? Tehát, hogy így... Mindenkivel beszélek, ilyen erős paprikás kátint nem kapna a nagyvárosban. Nem reagál. Be van szívva. Vincent nem túl jó táncos. Szegény Vincent. Unatkozik Vincent. Túl hangos a zene, nem hagyna minket magunkra, és élvezhetnénk békében a csendes óceánt. Na nézzük a polgármestert, hogy haladjunk a lauval, a kormányzó éjesnek még én kezdjük el. Hát elkezdjük most az ünnepséget, kíváncsi vagyok, hogy a zöld alga, amit beleraktam a levesbe, az milyen hatással lesz ránk. Uha, na megtenni, hogy megkóstolja nekünk a levest. Azt a betyár, mindenki természetesen egész évben erre várt, és a zöld algás levest. Ez mit jelent? 3 pont. Utorító. Megkóstolja a polgármester is. Ez nem ízlik meg a zöld algás leves. A leves nem volt túl jó, de egyébként a lóan nagy siker volt. Hát, ha mondták volna, hogy alapanyagot kell, de én úgy értettem, hogy nem alapanyagot kell hozni, hanem nem eszem meg a spagettit. Nem alapanyagot kell hozni, hanem azt hittem, hogy kaját kell vinni, és kaját vittem. Most, hogyha jó alapanyagot, akkor vittem volna valami jó alapanyagot értelmeszerűen. Na mindegy. Na nézzük, mennyi szerencsém van. Semmi nincs szerencsém. Vihar közeledik, nagy szél, villámlás, holnap esni fog az eső. Nagy üdvözlünk hagyma, nagy örömünkre szolgál, hogy értesítsük, hogy az ön farmja lesz a következő a hét feltörekvőben cikkének fő téme, ami Stardew Valley népvezérben lesz olvasható, gratulálunk a lenyűgöző a fejlődése. Hát, köszönöm szépen. Itt mindenféle dolog közben kikelt. Uha! Itt nagyon sok dolog kikelt közben. Azt a betyár mindenit. Hát itt nagy szüret van most, kérem szépen. Rengeteg szőlő, ilyen bükköny. Tagos bükköny. Azt a betyár mindenit. Ez.
Komló. Tele a tármenü. Te Jézusom, mennyi cucc. Na, megy az eladásra. Na, várjunk csak. Legyek egy kicsi scud. Csináljak egy ládát, ami 50 fába kerül. Jó, egyelőre ezt így átrakom oda. És az 50 fát kiveszem. Csinálok egy ládát. Csinálok egy ládát, ahol olyan arany cuccokat fogok gyűjteni, amiknek nagyon nagy az energiája, és hogyha később szüksége lesz rá, akkor lehessen különböző gyűjteményekbe rakni. Ennek a ládáját ide fogom rakni, ide hátra. Nem tudom rakni, úgyhogy ide előre fogom rakni. Úgy. Na tehát, egy nem. Először is ez ezüst, nem arany. Másodszor majd, hogyha lesz arany, akkor fogok belőle. Fűszeres bogyó, egy arany. Dagos bükköny, egy darab. Komló, egy darab. Más nincsen, ugye? Hát... Jó, egyelőre nincsen. Bedobáljuk ezt a ládikóba. Ezt. Hát most még a fákját nem rakom be a ládikóba. Majd azt szépen meg fogom oldani. Aha, itt lehet látni, hogy melyiken hagytam ki egy-egy napot. A locsolásból. De szerencsére ezek már itt, ez a komló, ez elég sokat fog teremni nekünk, illetve hát azt nem tudom, hogy sokat fog-e teremni, de az egészen biztos, hogy mivel megnőtt, most már végig fogja teremni a szezont. Nem eszem meg a komlót. Szedd le! Úgy. Szedd le még mindig, jó? Úgy, és akkor hogy állunk ezzel? A komlóból van egy arany, az pont elegendő. Rengeteg komlót, ezt kipakoljuk. Tökéletes, és akkor a maradékot pedig meg lehet locsolni. Hát remélem, hogy most akkor elképesztő mennyiségű aranyhoz fogunk jutni ebben a következő nap, mert ez most tényleg rengeteg mindent eladok. Közben kopogtat hátul a Csajszli, intézi az mi kis házunkat. Nem is tudom hány nap, nem is emlékszem ott a live-ból, a multiplayer live-ból. Nem emlékszem, hogy hány nap alatt sikerült Scuddal fölépítettünk ezt a kis épületet. Remélem minél hamarabb meg lesz. Akkor el kell majd menni... ...kaszálni. És azt is majd le kell kasszálni, bár nem tudom most ezt, hogyha most lekasszálom, akkor mi történik. Aha, ott van, búza. Hát jó. Igazából ezek a búza, meg ezek a fejlesztett, megmondom őszintén, kicsit elrontottam. Ha tudtam volna, és illetve ha figyeltem volna arra, hogy lehet vásárolni mindenféle alapanyagot, nem csak mitten készterméket PR-nél, hanem szenet, meg rezet, meg mindenféle más cuccot, akkor bizony jobban felkészültem volna arra, hogy a farmon valószínűleg már sokkal fejlettebb lenne. Nem csak magokra, hanem inkább fejlettségi szintre költöttem volna az aranyat. Sokkal kevesebb lett volna a nyár végén, vagy a tavasz végén a veszteségem, az egyik. A másik pedig az, hogy sokkal... Menj már innen, hát vizet akarok neked adni. Hogy sokkal kevesebbet vesztettem volna, amikor nem száradtak volna ez növényeim a tavasz végén. És sokkal több épületem lenne. De most egy kicsit máshogy fogok hozzáállni. Van 3700 aranyom. Ugye itt most elkezdhetek fejleszteni dolgokat, sőt kéne is igazából még hozzá mondjuk egy majonézgépet. A földkristályom van, rézrudat tudok csinálni, meg tudom csinálni majonézgépet. Ebből is különböző dolgokat. Na nézzük csak, földkristály az van. Rézrudat tudok csinálni. Elvileg. Elvileg van réz. Tudom. Rezem. Valahol. Hol van a rezem? Hmm.
Hol a nyúlba van a rezem? Eladtam a rezemet. Remélem nem adtam el a rezemet. Nézzük csak meg. Eladtam volna a rezemet. Hogy hova raktam? Ja, itt van. De megijedtem. Ez durva lett volna. Na, csinálunk egy majonézgépet, és kipróbáljuk, hogy egészen pontosan mit tud. Ugye egy darab rizsrút kell neki, amit most le is gyártok szépen. Itt most meglocsoltam ezeket, vagy nem? Meglocsoltam. Kicsit nehezen lehet látni. Kicsit itt nagy kaotikus állapotok uralkodnak a farmomon. Tehát egy kicsit ezt is rendbe kéne igazából rakni. Na nézzük meg ezt a majonézgépet. Úgy. Rakjuk le ide. Na, mit tudunk benne csinálni? Mire való egyáltalán? Tojásokból majonéz készít. Hát egyáltalán nincsen tojásom. Remélem, hogy ebben akkor gyakorlatilag itt tudok tojást termelni majd. Az etető üres, építs egy sílót és vágj kaszával a füvet. Jó, ezen rajta vagyok. Ezen nagyon-nagyon-nagyon rajta vagyok, úgyhogy ez nem sokára mindenféleképpen kész lesz. Mit tudok még csinálni, ami fontos lehet? Láda, faszén, kemence, egy aranyrút kell hozzá. Én lehet, hogy veszek aranyat a kovácstól, sőt egészen biztosan veszek aranyat a kovácstól, és akkor ezt meg tudom. Sőt, 5 aranyat kell venni a kovácstól. Annyi kell egy rúdhoz szerintem. Na, elszaladok, megnézem. És elképesztő módon fölfejlesztem a farmomat szerintem. Sokkal fejlettebbnek kell lenni, mint ahogy most van. Annak árán is egyébként, hogy esetleg aranyat kell erre áldoznom, és nem vetőmagot veszek. Majd visszafelé megnézem, hogy Pierre-nél mi a helyzet, és lehet, hogy akkor veszek valamit, de... Ja, és ide is le kell adni a megoldást. Múzeumnak adományozzuk ezt a akármit, amit szereztem. Jó, és akkor menjünk aranyat venni. Hogyha van, remélem van nála arany. Más nem eszközök fejlesztése, de az is nagyon jó lenne. Vas, aranyérc. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Nézzük meg az eszközök fejlesztése. Rézöntöző kanap, pont elfogyott a pénzem. Ne! Na mindegy, most elég sokat fogok valószínűleg kapni, hogyha jól emlékszem. Igen. És akkor az öntöző kannát föl fogom fejleszteni mindenféleképpen. És az már nagyon, ez már szintén nagyon-nagyon nagy segítség lesz egyébként. Belenézünk közben a kukába, nincs semmi. És szépen haza sétálunk. Sőt, mi sétálunk haza, hát hogyha itt vagyunk, akkor Pierre-nél vegyünk valami magot, nem? Nézzük meg, hogy mi a helyzet a naptárban. Alex születésnapja. Ezeket nem is tudom. Demetrius születésnapja. Azt mondjuk tudom, speciál kicsoda. Izzelgé nem kell. Köszönöm. És... retek, mák, tölgyfa, gubbancs. Ezeket nyáron ültesd el. 8 nap alatt élnek. Trópusi növényt termelnek. Válogatott színűek. Komlómagvak. Kukoricamagvak. Napraformó. Fű. Cukor. Elég sok, aha, sárga barackot. Majd veszek mindenféleképpen, szerintem mindenféleképpen úgy fogom csinálni, hogy... Hát nem is tudom, hogy télen nőnek vajon ezek a magvak. Nyáron ültesd el, 12 napig tart. Ez még pont beleférne. De igazából valami olyat kéne, kék áfonya. Ez nem kell már nekünk. Nem kell, 5 napig tart. Mák. Hát szerintem veszek dinnyét. Mi bajom lehet?
Veszek 15 darab dinnyemagot, és... és veszek valamennyi retek magot. Ezeket szépen elültetem, meglocsolgatom, elültetem, és hát ez még mindenféleképpen nyárra mindenféleképpen bele fog férni a történetbe. Ha egy kis szerencsém van, akkor igazából még a dinnye után még valamit le tudok majd rakni, meglátjuk. Dolgozzák, kis csaj. Egy szén kell hozzá, nincs egy szenem. Nem lehet, hogy az itt van bent? Ó, van itt szén. Dögivel. Jó, az arany rudat azt csinálom, és akkor közben elkezdem elültetni ezeket a akármiket. Kezdem a dinnyével, 9-essel. Jaj, mondjuk lehet, hogy jobb lett volna akkor a francba. Lehet, hogy jobb lenne akkor előtte be... mi ez? Betrágyázni a földet. 7 darab trágya, hát több mint a semmi mondjuk. Úgy. Hát legalább egy kicsit ezek gyorsabban fognak nőni. Jó, itt kikapáljuk ezt az egy részt. Úgy. Tökéletes. És akkor ezt meglocsoljuk a magokat. Közben 4 óra lett. Valószínűleg az arany is kész van. De a magok azok most fontosabbak egy picikével. Csak nincs kész az arany. Aranyat még mindig csinálja a kemence. Jó, ez akkor a dinnye. És akkor a retket pedig szerintem ide fogom ültetni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor itt szépen... Jobbá, itt még van. Itt a ház mellett esetleg még ide tudok. Jó, így és így. És akkor átlocsoljuk meg szépen ezt a maradék kis retket is. Megint elég nagy lett a kertem, hál' Istennek. És elég sok minden lesz most benne, az is hál' Istennek. Ezeket mindenféle bundle-be szépen félre tudom majd rakosgatni. Jó. Nézzük meg, mit akarok akkor. Faszén kemencét fogok most gyártani, és akkor 10 fadarabból fogok tudni csinálni egy szenet. Gyakorlatilag szénből nem lesz több hiányom semmiféleképpen. Ez tökéletes. Amíg van egy kis időm, addig még lemegyek ide a, ugye ennek a erdőnek a déli részén. Itt elég sok minden van, illetve hát nincs olyan sok minden, viszont egy csomó mindent lehet találni, úgyhogy hát a szerencsém lesz. Igaza, azt mondta, hogy a következő napokban a tengerpartra érdemes menni. És szerintem le is fog menni holnap. Mindenféleképpen. De addig ezeket a bütykösöket összeszedjük. Hát... remélem, hogy az nem veszik el. Én úgy képzelem a tengerpartnak a rendszerét egyébként, hogy ott folyamatosan egyre, tehát van egy ilyen telítődése a tengerpartnak kagylókkal, de folyamatosan jönnek ki. És tehát egy nap után nem lesz teli, tehát nem fog semmit veszteni azzal, hogyha nem megyek le minden nap. Remélem. Legalábbis. Nincs itt már semmi. Ezt a két kis szagos bükkönyt sikerült összekaplapálnom ezzel a lemenetellel. Nem feltétlenül a legjobb üzlet, amit valaha csináltam. Oho, ott van valami. Pálma kövület. Na ezt is, ennek is örülni fog a Pistike ott a múzeumba. És még egy csomó ilyen fűszeres akármit találok. Itt is van.
Indulás fölfelé. Hát elindulok hazafelé, remélem, hogy addigra, mire hazaérek, addigra az aranyat kiolvasztotta. Nem tudom, mennyi idő egyébként. Lehet, hogy több nap. De viszont, hogyha most megkapom a goldot, tehát a pénzt, akkor azt fogom csinálni, hogy föl fogom fejleszteni a kannámat. Mindenféleképpen, viszont ez mondjuk azt is jelenti, hogy 2 napig nem fog tudni locsolni, vagy 3-ig. Ez elég nagy problémát fog okozni, hát most ez a helyzet. Oh, elkészült az arany. Úgyhogy meg tudom csinálni a... Hát persze, hogyha lenne elég fám, akkor meg tudom csinálni a... Majd vágok holnap. Vagy van még energiám? Miért várjuk? Holnapig itt vágok pár fát. Ezt a kettőt kivágom, itt egy kicsit területet hagyok itt az épület előtt. Szerintem. Így, ezt is kivágom. És akkor még ide majd lehet dolgokat rakni. Lehet, hogy itt majd mindenféle valami kültéri állattartó rész lesz. Elvileg holnap esni fog az eső. Az nagyon-nagyon jó lenne, mert akkor nem kéne locsolnom. És akkor, hát mondjuk tök mindegy, igazából ma kellett volna akkor leadnom. Hú, 1500, 1300, összejött az arany bizony a fejlesztett locsolóra. Azt mondta, tegnap vihar lesz ma. Holnap persze csodálatos napos idő lesz. Ma nem lesz szerencsém. És esik az eső, nagyon jó. Hú, le kell szedni itt a dolgokat. Na, szedd le. Jött el a tárgymenü. Lagos bükköny, fűszeres, nem tudom micsoda. A rostot eladjuk, nem kell, fűszeres, szagos, akármi. Gomló. Itt fölépítjük, amit föl akartam építeni. Lepatintjuk szépen ide. És, itt már vannak dolgok. És szépen visszapakolunk mindent a ládában, ami nem kell nekünk most. Így. És akkor elkezdhetjük aratni a dolgokat. Hopp, ez kinőtt, ez is. Ez a komó, ez jó biznisz volt szerintem. Nem feltétlenül fogok naponta 2000-et kapni érte. És dinnye itt. Király dinnye itt nő. Az is nagyon jó. Abból is el kell raknunk egyet. Nem esszük meg a komlót. Nem esszük meg a komlót. Így, gyerünk. Tökéletes. És akkor nézzük csak meg. Dinnyéből rakunk el egy ilyet. Egy ilyet. És többit szépen beledobjuk a ládikóba. Úgy. Tökéletes. 2900, nem tudok csinálni kis öntözőkannát. Nem baj. Nem baj, bevállalom ezt a pár napot mindenféleképpen. Úgy emlékszem, mindegyiknek van még... Hoppá, ott volt valami zöldség, amit nem is néztem. Fölfejlesztettem az öntözőkannát mindenféleképpen. Az egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog lesz, mert akkor sokkal kevesebbet kell majd öntöznöm. És sokkal több energiám marad. És hát ebben a részben nem nagyon fogok valószínűleg bányába menni, de ez teljesen tudatos egyébként. Na, menjünk szépen be ide. Ja, nem ide. Ja, de ide. Ez Günterhez kell? Igen, Günterhez kell hozni. Múzeumnak adományozzuk ezt.
És jutalmat kaptunk! Milyen jutalmat kaptunk? Jutalom begyűjtése. Csillag, gyümölcs, mag, vak. 13 nap, az pont... Hát ugye mivel fejlesztjük, nem, majd megnézzük. Lehet, hogy nem fogom tudni idén elültetni. Most fél órát kell várni a kovácsra. Addig itt fölmegyek, körülnézek. Jaj, a márban nem is megyek be. Várjunk csak, megnézem azért. Innen is lehetne magukat, de ez is zárva van 9-től. Na jó. Akkor megyünk le. Elvileg a Jojo Mart-ba is lehet dolgokat venni, de a Jojo Mart-ba, amit veszed, lehet, hogy olcsóbb is, mint... Aha. Van bimbike. Kérsz fűszeres bogyót? Éten Penny már 2 ajándékot kapott tőlem. Na gyerünk. Eszközök fejlesztése, öntözők. Aj, 5 rézrúd is kell hozzá. Ó, hogy... Fú, most mehetek haza érte. A játék erről szól. Elmegyek valamiért, és utána... Utána újra visszajövök. Jó, persze ez nyilván az én hibám. Csak. Kukában nincs semmi. Majd kell csinálnom, az összes gyártató dolgot le kell gyártanom, és bizony használni kell mindent. Jaj. De kár, hogy ilyen ritkán esik az eső, mert hogyha többször esne, akkor sokkal nyugodtabban meg tudnám az öntözőkannát oldani. Opp, ott volt valami. Itt a kukacokat itt látom. Hopp, rézérc, 2 darab. Nem baj, volt ennél rosszabb is már. Na nézzük, mi kell nekünk? Nekünk kell szén, meg kell rézérc. És a rézércből kell 5 darab. Síró megvan, akkor elkezdhetek közben kaszálni nagy erővel. Hú, belecsapott valahol a villám. Itt körbe kaszálom ezt a házat, mert úgy gondolom, hogy ez a rész itt, ezt a részt bizony fel fogom használni dolgokra. Közben elkészült a réz. Erre a következőt. És... Szépen kaszálunk, mindent szépen lekaszálunk, úgy. Ezt is. És elkészült a réz. Jó, egyre nem kaszálok többet, meghagyom ezeket a dolgokat, mert hogy tudjon terjedni még. Viszont, most amit csinálom a rezeteket, benézek, és van benne kaja. De nekem nem kell széna. Csak vissza a szénát. Ha jól tudom, akkor erre lefelé lehet venni állatot. Remélem, egy csirke kevesebbe kerül, mint 900 arany. Hopp, ott is valami van, amit ki lehet ütni. Agyag, 3 darab. Jó, aki egy kicsit nem becsüli, nagyot nem érdemli. Idejövünk is, itt megpróbálunk valami állatot vásárolni. Igazából tyúkot szeretnék első körben. Állatok vásárlása, csirke, 800, nagyon jó! Válasz egy csürt az új fehér csirke állatodnak. Mi a neve a csirkémnek? Legyen a csirke állatom neve Bimbo. Mondjuk a tehénnek kellett volna lenni Bimbónak. Mit lehet itt még venni? Azért nézzük már meg. Töröld meg a lábad, anyád. Ah, bocsánat. Radiátor, széna, teljes vödör, olló. Ennyi. Ezzel birkákat gyűjthetek, tejet. Jó. Füvet fogok magamnak termelni, azt nem fogok vásárolni. Ma megmaradt a 2000 arany, ugye ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hiszen meg akarom a öntözőkannámat erősíteni. Le kell menni, 1 óra van, le kell menni a strandra is.
most már mindenféleképpen, de azért leellenőrzöm itt a csirkét. Ott van, né? Ott van Bimbó csirke. Oké, érdegelje itt szépen. És indulás a strand, illetve nem csak. Nem tudok lemenni a strandra, mert csak három darab részben van, ez az a negyedik. Akkor viszont elmegyek addig a barlangba és learatom az éppen aktuális gombákat. Oh, van itt minden, vörös gomba, közönséges gomba, lila gomba. Hogy. Majd ez, igen, ezek a gombákat is félre fogom rakni valamennyire. Úgy, még egyet. Berakom a gombákat ide. Mindenből egyet. Mondom, mindenből egyet. Vörös gomba, lila gomba. És ebből is ki kéne igazából szedni. Tehát a vattorma. Nem tudom, szemét. Ja nem a, nem a, nem, hanem ide kell berakni akkor ezt a vattormát is, akkor itt elég sokféle ételünk lesz. Na, legyél már kész. Azt hiszem ez az ötödik. Igen. Akkor ezeket szépen a rezet, meg a szenet vissza lehet rakni. Dénát berakom, fűszeres bogyót. Hát ezeket eladom szerintem inkább. Ezt még nem tudom mi lesz ezzel. És a kevert magukból pedig ide ültek egyet. Jó, megvan az öt rézrúd, és most takarodása izéhez a kovácshoz, és meg ahogy a kancsót megcsináljuk rendesen. Nagyon sok energiát fogunk ezzel spórolni, mindenféleképpen érdemes ezt megoldani. Mi az? Ja, az egér. Ja, nem ide megyünk be. Azért ezt a kukát megnézzük. Úgy. És szombat van, meg ezt a kukát is megnézzük. Nem tudjuk megnézni, akkor megyünk. Nem állunk meg egy pillanatra sem. 15 óra 40 van, azt hiszem 16-kor zár. Gyerünk. 15:50. Úgy. Eszközök fejlesztése, rézöntözők Anna. Pár nap múlva is készülhet. Tökéletes. Most pár napig nem fog tudni öntözni. Úgyhogy különböző egyéb dolgokat kell csinálnom. Egyébként is elfogyott mondjuk a fa és a kő a raktáromból, úgyhogy mindenféleképpen azt be tudom és be is kell majd pótolnom. Hát az volt, hogy itt rengeteg kagyló lesz ezekben a napokban. Mert olyan sokat, na, mondjuk itt van azért. Korall. Mondjuk tényleg elég sok korall van, az biztos. Jó, és apa, az is az. Aha, ott a fű mögött megbújt a kis drága. Jó, 5 óra van, szerintem elkezdhetünk hazamenni. És lehet, hogy amíg nincs öntözők annám, addig inkább a bányát fogom erőltetni. Meg kell nézni, hogy kell-e vizet adni ezeknek a szerencsétlen állatnak. Igazából remélem nem kell, mert nincs öntözők annám. Nem tudok mivel vizet adni neki. Reméljük szerencsétlen kis Bimbó nevű csirke nem hal meg. Nem is tudom minek fogom elnevezni a tehenemet. Ha a csirke Bimbó, akkor a tehenemet minek nevezzem el? Megkérdezem a feleségemet. Nuszko, ha a csirke Bimbó, akkor a tehenemet minek nevezzem el? Kotkotnak. Jó. Így, ezeket ide beledobáljuk szépen. Egyáltalán nincs rá szükségünk. Na nézzük. Van csirke, hát van vize minden esetre. Még itt gyorsan vágok valamennyi kis fát.
szerintem el fog ültetni fákat is. Olyan helyeken, ahol valószínűleg nem fognak engem zavarni. Már most, mert nem szeretném azt, hogy esetleg későbbi játék során egész egyszerűen az összes alapanyagot elhasználjam. Úgy, és szerintem oda fogok egy fát rakni. Ide fákat fogok ültetni. Így. Úgy. Jó, itt valamennyi fa ki fog nőni, nem tudom mennyi idő, valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon sokára, de azért kell valamennyire gondoskodni a környezetre, és a kis fákat még nem szabad kivágni. Ez én nagyon fontosnak tartom. 8 óra van, aranyam nincs, energiám még egy rakattal, úgyhogy vágj ide a fát, koma, itt az éjszakában. Szükség van itt a fára, hú, a baltán nem elég erős ahhoz, hogy ezt kivágja. Gyerünk, a tönköt sem hagyjuk ott soha. Úgy. Ezt a nagy fát még kivágom itt. Gyerünk már, fordulj erre. Úgy, végre. 9 óra van. Szereztem 100 fát. 120 fát, egészen pontosan. Oda belevágott a menkű, vagy mi az ott? Na jó, rendben, akkor elrakjuk a fát, elrakjuk a makkot, a fanedvet, a juharfát, meg az agyagot, és lefekszünk aludni. Igen, elmegyek aludni. Hát, el kell menni aludni. Na nézzük, kertészkedés 6-os szint, öntözőkanna jártasság, kapa jártasság, kemény fakerítés, sajtprés, és minőségi öntöző. Megijött egy rakat arany. 4700, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. És ismét kinőttek a bulik. Öntözni sajnos most nem tudok, úgyhogy valószínűleg holnap már nem lesz ilyen termésem. Ezt lehet, hogy inkább évfordulónál kellett volna megoldani ezt a öntözőkannát, de hát Istenem, nem lett minden tökéletes. Úgy, ezeket összeszedjük. Hát itt nagyon sok minden most nem fog nőni, az szinte biztos. Új napló bejegyzés, Pemnek világos sörre van szüksége. Uh-huh. Hát jó, Pem. Csináljuk úgy, akkor, hogy megnézzük az holnap időjárását, és ami remélem, Isten, de jó lenne, hogy esne az eső. Csodálatos napos idő lesz. Recept, palacsintani, ha teljesen magunkra ragadnak a számtalan, megtanultam palacsintát készíteni, és milyen napom van ma. Szerencse ma nem a te oldaladon, azt mondta. Hát, ha az én oldalamon áll, ha nem az én oldalom áll, Pemnek akkor is veszünk egy világos sört. Illetve szerintem azt fogjuk először csinálni, hogy lemegyünk a bányába, és nem is erre megyünk, mert Skud azt mondta, hogy erre nem olyan jó menni. Hanem elmegyünk erre. Hát kutyul, én most nem tudok neked vizet adni. Találj magadnak valami megoldást. Megyek a bányába. Ó, egy szöllő. És egy mókus fölmászott a fára, és levert egy ma fenyőtoboszt.
Ó, erre fel is azért vannak dolgok. De jó. Tényleg erre igaza van Scootnak, erre sokkal-sokkal rövidebb a bányába. 8x10, mire ide jöttem. Nem eszem meg a szőlőt, hanem lemegyek a 30. szintre. És rögtön megyek a 31. szintre. Van nálam ez egy apró világító gyűrű, tehát ez Isten királynak kell, hogy legyen. Jó, ezek a rezek kellenek mindenféleképpen, hiszen elég sok rezet vesztek, és ezek meg sok energiát fognak adni, meg életet. Hú, jaj, jaj, milyen, jaj, ez a sötétség. Haj már meg, az Isten áldjon meg téged, te kis pusman. Már valami durva kardom van egyébként. Kicsi acélkard, második szintű. Na, újra elő a csákányt, aztán toljuk neki. Hát mondjuk nincs világos. Egyébként, ott a lejárat mehetünk lejjebb. Ó, Omni geóda és sima geóda. Aha, és ott egy mocskos kis akármi, ami megpróbált engem átverni. Ó, ez mi? Ez mi? Mi ez a ködös történet itt, erre felé? Elég nagy lett a DPS-em, hogy szedem szét ezeket a senkiháziakat. Hogy te ne vérszál. Jó, mondjuk itt vannak ellenségek, most hátra mögül is mindjárt jön egy denevér, hogy látom. Oh. Jó, így lefelé kelljen csak néznem. Azért nézzünk körül. Nincs-e valami, de nincs semmi. 33. Jó legyen 34. Már nagyon sötét van. Gyerünk. Ha beszorítom oda a sarokba, akkor folyamatosan tudom jutni, és ez nagyon jó nekem. Ezt így csinálom. Ez az egy követ dobott. Hát az... Ott a lejárat, le is mentem. 35. Ping. Leért a lift is. Nem sokára meg lesz a 40. szint. 36. Összedjük ezt a fákját, aztán majd szépen lerakjuk, hogyha valahova kell. Azért el tudok képzelni olyan helyzetet, ahol ez a fákja nagyon-nagyon-nagyon jól fog jönni. A rezet mindenképpen kiütjük. Hopp, ott a lejárat, 37. Nagyon, 38. Nagyon keményen toljuk, srácok. Nagyon keményen. Uha, igen, majdnem ott hagytuk a rezet. Aha, itt az jobb odafigyelni, mert itt már vannak dolgok. 6 darab szén. Hát azt hiszem talán most, hogy megépítettük a szén gyártó kézi készüléket, nem feltétlen az a legnagyobb prioritásunk, de nagyon jó, hogy nem kell majd szenvedni vele. Ez reflex volt a javából, láttam ott a sötétben, hogy valami mozog, azt oda csaptam.
39. Nagyon haladok. Kéne egy másik öntözőkanát is találni, akkor lennék igazán vidám. Azt a 40! Leértem a 40. szintre, és egy csúzli! Egy csúzli? Ezt kaptam, egy csúzli. Ez nem mit tudok csinálni a csúzlival? 5-ös. Milyen? De miért csak arra néz? Pont az ellenkező irányba kell húzni, mint amelyre akarok lőni, mi? De idegesítő ez. Elég kevés energiám van már, úgyhogy valószínűleg, hogy sokat nem fogok itt lent kóborolni, meg délután is van, szerintem lehet fölmegyek, és akkor Pamnek megveszem azt a fránya sört. Nem, nem megyek már lejjebb, teljesen fölösleges. Irány fölfelé. Bánya elhagyása. Lementem a 40. szintre, srácok. Szerintem egyáltalán nem... nem lehet okom panaszra. Ráadásul nincs is olyan nagyon korán. Tehát, hogy így... így teljesen jó. Üdvözletem. Ennek mennyi sebzése van? Kicsi a célkarnak. 4-től 8-ig. 4-től 8-ig, ennek 8-től 14-ig, 9-től 17-ig, hát megveszem szerintem a rövid kardot. Ezt meg eladom. Egyelőre, és harci cipők, ametiszt gyűrű, fegyver pontossága, kritikus csapás, roppanó lőszer, hát majd meglátjuk. Na, gyorsan még hát, ha odaérünk a kocsmába, és akkor tudunk Pennek venni egy világos sört. És szépen elkezdjük fölfejleszteni a különböző szerszámainkat mindenféleképpen. Mert ezek nagyon jó dolgok, én biztos vagyok benne. Szerencsénk nincs, úgyhogy ezeket a geódákat nem fogjuk most leadni. Hanem valami olyan napon, amikor tényleg szerencsénk van. Viszont itt van nem sokára a kis kecó, illetve kecó, a kis kocsma, ahol remélem megkapom a világos sört, amire Pen vágyik. Mondjuk mennyire kell alkoholistának lenni ahhoz, hogy küldje egy levelet egy embernek, hogy hozzon neked sört egyébként? Csak kérdem. Én nem vagyok ebbe jártas. De úgy... úgy eléggé, szerintem. Na, menj be. Kell egy hideg ital? Hogy a nyúlban ne kéne hideg ital? Egy világos sör kell. Honnan vegyek világos sört, hogyha ennek nincsen? Nem. Mit mond? Pem szomjas, Pem úgy megint egy világos sört. Egy világos sört kell, nem. Aha, hogy sört kéne főznöm neki, és sörös hordó kéne. Aha, tehát nem nekem, tehát nem vennem kéne sört. De tudok egyáltalán csinálni ilyen sörös hordót? Tartósító edény. Sajtprés. Nem tudok ilyet csinálni még. Tábortűz. Na mindegy, menjünk haza szépen. Azt hiszem ezt elkönyvelhetjük ezt a napot egy sikeres tárgyú veliben eltöltött nappal. És szerintem le is fekszek aludni igazából, kevés már az energiám, nem szeretnék nagyon sok cuccot elkölteni. És hát valószínűleg holnap meg mind megmarad egy rakat energia, amit el tudok használni, mert ugye nem lesz mit öntözni, illetve nem lesz mivel öntözni. Úgyhogy elmegyünk szépen aludni. A komló ma volt az utolsó, hogy termet valószínűleg. Tehát azt ugye öntözni kell.
És abból 1000 arany jön naponta. Tehát ez elképesztő nagy kiesés egyébként, amit ez a locsolókan elvesztése okoz. De hát ez van. Mindenesetre azt hiszem, hogy itt nekem, én befejezem a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztetek. Remélem tetszett, hogyha igen, akkor lájkoljatok, iratkozzatok föl és hasonló dolgokat csináltok. És még adjatok is tanácsot, hogy merre felé induljak tovább, hogyan lehet kipréselni ebből a szerencsétlen tyúkból valami fajta tojást. Az lenne az igazán jó. Na, örültem, hogy itt voltatok. Sziasztok!